Az Aquidál FC Csákvár együttesében ezúttal kimaradt a kezdőből Molnár Tibor, a helyét Vallejos foglalta el, míg a Budaörsnél három helyen is változott a kezdő 11 a Cigánd elleni győzelem után. A meccset a vendégek kezdték jobban, Deli Mário már a 27. másodpercben zicserbe került, de Kovács kapus bravúrral védett. A válasz az 5. percben érkezett oldal lövése formájában, majd Csillag veszélyes szabadrúgása került el a csákvári kaput. A 22. percben aztán megszerezte a vezetést a hazai csapat. Nézzük, Bakos. Jól jön az, ott a fejes, jaj, de szép gólt rúgott Paudics Patrik. 22. perc, megszerzi a vezetést az Aquidál FC Csákvár. Egy kiváló szabadrugás, Paudics pedig gyönyörűen csúsztatja meg a hosszúba, a kapusnak nem volt esélye, hogy elérje. Egy perccel a gól után újabb csákvári helyzet jött, Bakos lövését azonban blokkolták. A folytatásban újra előkerültek a budaörsi szabadrúgások, a 27. percben Kovács még védett, a 37. minutumban azonban tehetetlennek bizonyult. Csillag kapu elébe lőtt labdája úgy vágódott a hálóba, hogy abba végül senki sem ért bele. A második félidő távoli lövések sora vezette fel, az egyik oldalon Csillag, a másikon oldal Tibor kétszer is veszélyeztetett, eredmény nélkül. Az 58. percben Bakos Szabolcs veszélyes csavarása ment mellé, majd hatalmas budaörsi zicserek jöttek. A 64. percben Sajbán közvetlen közelről lőtt nagy helyzetben Kovácsba, majd két perccel később Deli is rosszul célzott, egy remek kiugratás után nem csak a csákvári hálóört, de magát a kaput is átemelte. A kimaradt helyzeteket a 74. percben kíméletlenül büntette a hazai csapat. Az jó, Paudics, most kellene egy jó középre lőtt labda, ott is van, és éppen bepöcköli Molnár Tibor. A 74. percben nem találja el jól Molnár, de begurul szépen a kapuba. 2-1 a Csákvár javára. A 86. percben a csereként beszálló Molnár Tibor közel járt a duplázáshoz is, de nagy helyzetben nem találta el a kaput. A végén így is a Csákvár örülhetett, mely 2-1-re nyert a Budaörs ellen. Nagy munkát végeztek a srácok a mai nap folyamán is, hiszen hősiesen küzdöttünk. Helyenként volt azért játék, és az első félidőben inkább a küzdelem dominált, és ez volt a jellemző, és ebben most mi voltunk a jobbak.